Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tamás nemzetközi jogász, beszélgetésünk munka címe, mit hozhat a jövő. És amikor azt mondom, mit hozhat a jövő, tudják, nekem kétszer is van új esztendő. Van egyszer a polgári új esztendő, egyszer a zsidó új év, hamarosan, majd szeptember táján lesz egy zsidó új év is. Tehát én arra gondolok, hogy mi jön utána. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mit érthetett a miniszterelnök, amikor az EU megújításáról beszélt? Mire gondolhatott? Hát ezt igazából legautentikusabban ő tudná megmondani, amire én gondolok, ahogy én látom, amit ő most előadott. De alapvetően az Európai Unióval kapcsolatban mindig is voltak, vannak és lesznek is viták, amik az integráció irányáról beszélnek, vagy szólnak, elképzelések, hogy legyen egy mélyebben integrált Európai Unió, egyfajta föderalizált szervezet, vagy nem. Most ezekben a vitákban úgy tűnik, hogy Orbán Viktor letette a saját véleményét, amiben nagy újdonságot nem hallottunk ahhoz képest, amióta ő kormányoz 2010 után. Tehát nagyjából ő egy olyan állásfoglalást tett, amivel nyilván az aktuál politikai célja az, hogy egy kicsit elvonja a figyelmet azokról az aktuális vitákról, amik a magyar kormány politikájával kapcsolatban unió szinten megjelennek. Tehát amikor van egy pedofil törvényen egy vita, akkor az sokkal egyszerűbb újra keretezni, vagy átemelni, egy magasabb szinten prezentálni kifelé, hogy igazából az Európai Unió lelkéről vitatkozunk. Álságos lenne, hogyha nem beszélnénk a szivárvány saláta törvényről, de abban a pillanatban, amikor a pedofiliáról beszélünk, minden szivárvány lelkületű barátom, akikkel beszéltem, ismerősöm, ők mélységesen elítélik, még annál is inkább a pedofiliát. Na most, Én ismerem a miniszterelnököt, meg ismerem, akik ezt beterjesztették. Nem áll össze a fejembe, vagy én nem értem, hogy miről van szó, és ezért fordulok önhöz. Egy 2021-ben egy haladó világ vagyunk. Hogyan a csizma az asztalra? Hát a pedofília az a pedofíliával szemben a magyar törvényi rend eddig is igen szigorú volt. Tehát ennek a törvényi rendszernek a szigorítása, ez egy legitim politikai kérdés, akarunk-e rajta szigorítani, vagy nem, de teljesen felesleges összekapcsolni olyan témákkal, amikkel egyébként ez az előterjesztés ezt a témát összekapcsolta. Ez egy tévedés, egy átgondolatlanság, egy túl gyors, nem teljesen előkészített javaslat, mi ez? Szerintem ez egy szándékos politikai kommunikációs árukapcsolás. Ugye ezt nagyon sok esetben, nagyon sok kérdésben láthattuk az elmúlt 11 évben. Úgy tetszik, akkor a Fidesz és a Fidesz kormányzás ennek egy mestere, hogy ügyesen tud egymáshoz kapcsolni dolgokat. Nyilván a melegek, nevezzük, ahogy akarjuk ezt a közösséget, most teljesen mindegy. Tehát a melegek alapvetően egy olyan közösség, ami egy kiszolgáltatott, relatív gyenge közösség, tökéletes ilyen bűnbak szerepre tökéletesen alkalmas. Hogyha ezt összekapcsoljuk a pedofilokkal, ami egy olyan, nem nevezném közösségnek, de egy olyan embercsoport, akiket egyértetű az elutasítottsága mindenhol. Na de ez olyan, mintha a szívbeteget a kleptomániával. Hát a szívbetegség egy betegség, a kleptománia meg valami egészen az más. Az is egy betegség, hogyha valakinek politikai... semmi azonos nincs között. De hogyha valakinek politikai haszna van abból, hogy teremt egyet, akkor meg lehet teremteni ezeket a kapcsolódásokat, és akkor lehet azt kommunikálni. Tehát ez a magyar társadalomnak bizonyos mértékig egyébként a témában való járatlanságára is utal, hogy ez működik, hogy valaki egy az egyben egyenlőségére tud tenni a melegek és a pedofília közé. A politikai kommunikáció pedig arról szól, hogy az ilyen ügyeket összekapcsolva politikai hasznot lehet belőle építeni. Erről szól a modern politika, akár tetszik nekünk, vagy nekem, akár nem. Mi lesz ennek a törvényjavaslatnak a sorsa? Én arra számítok, és nyilván itt azért mozgásban vannak a dolgok, azt lehet látni, az Európai Bizottság ugye elég határozottan foglalt állást jelenleg ebben a kérdésben. Ezt én szerintem előbb-utóbb egy-két elemét biztos, hogy módosítani fogja a magyar kormány, tehát kezdeményezi majd az országgyűlésnél a módosítását, mert egész egyszerűen
Én nem gondolom azt, hogy a kormány szándéka az lenne, hogy itt most konkrétan ténylegesen, tevőlegesen rászállni mondjuk a melegek közösségére. Ami a kormányzat szándéka szerintem, az az, hogy ezt a témát napirenden tartani, és legalább a választási kampányig elpörgetni. Na most az Európai Unió működését valamennyire ismerve azt lehet mondani, hogy amíg ebből a kötelezettségszegési eljárásból érdemben bármi lehet, az olyan 22 vége. Most akkor már vége lesz a választási kampánynak, lemegy a választás, addig meg senki nem fogja eltolni a dolgot. Hogyha Orbán Viktor megnyeri a 22-es választást és tovább kormányozhat, akkor engedhet, és akkor bizonyos kérdésekben nyilván engedni is fog az Európai Bizottságnak. Amennyiben pedig Orbán Viktor elveszti és jön egy másik kormány, akkor nyilván annak az egyik első dolga az lesz, hogy ezt úgy, ahogy van, leveszi az asztalról, és akkor azért fog véget érni a dolog. Szerintem nagyjából ennek egy ilyen politikai kommunikációs célja volt az egésznek. Ön egy nemzetközi jogász, aki nem csak gyakorolja, hanem tanítja a jogot. Hogy fog ez bevonulni az egyetemi tankönyvekbe? A téma maga, vagy ez a mostani vita konkrétan? A mostani téma egyáltalán, hogy ez egy mekkora hiba, hisz engem nem tud meggyőzni arról, hogy azok, akik ezt a parlamentben megszavazták, ők tényleg így is gondolják. Én nem hiszem el, szerintem kizárt dolog. Vagy túl meleg volt, vagy nem tudom. Nekem a kép nem áll össze. Európai gondolkodó emberek, nagyon fontos a nemzet, nagyon fontos, hogy az óvodába mit csinálunk, nagyon fontos az, hogy egy szülő felelős a gyerekéért, de látunk statisztikákat az öngyilkos fiatalokról, akik nem tudták a problémáikat megbeszélni. Látunk olyan világot, aki ultraortodox volt, és ha kiderült valakiről, hogy más, akkor halott imát mondtak fölöttük. Ma elmennek az azonos neműek esküvőjére a szülők, és azt mondják, hogy de hát akkor is az én gyerekem vagy. Tehát itt a társadalmak átrendeződnek, ezt nem a kirakatba kell megélni. Nem biztos, hogy a Pride-on kell megélni, de hogyha az ad boldogságot valakinek, akkor éljék meg ott. Szerintem ezt mindenkinek a hálószobájában vagy családon belül kell megélni. Lehet, hogy én vagyok maradék. Nem, ez a Pride az egy olyan rendezvény sorozat, és éppen ez adja egyébként a jelentőségét szerintem, amin a résztvevők nagyon nagy része nem meleg. Igen, ezt a minap láttuk a Tel Avivi Pride-on, ahol a szurkolók, a népes felvonuló tömegnek nagyon kevés része volt. Jellemzően én nagyon régóta részt veszek a Pride-on, most bár ugye a közvéleménynek úgy gondolom, nem sok köze van hozzá, hogy meleg vagyok-e vagy nem, de ennek részt veszek a Pride-on nagyon régóta. Még mindig jobb, mint hogy a nőket molesztálna, és azért zárták volna ki az egyetemben. Hát molesztálni azért őt nem, semmilyen körülmények között azt nem. Szóval most a viccet félretéve, azt gondolom, hogy a Pride-nak pont az a lényege, hogy nem a szexualitásról szól. És én ezért nagyon dühös is vagyok akkor, amikor mondjuk a Pride esetében csak a felvonulásra gondolnak sokan, és akkor arról beszélnek, hogy ott vonaglanak tangába az emberek. Na most ez tényszerűen sem igaz a legtöbb esetben. Személyes kedvencem a budapesti rögvalóságban, amikor a Pride felvonulást összevonták, meg összekeverték nagyon sokan, annak idén volt, pár héttel később volt a Love Parade, aminek semmi köze nem volt a melegekhez, na ott aztán volt vonaglás minden dimenzióban. Tehát ezek a dolgok azok, amikor a felületes odafigyelő, egy felületes oda sem figyelő összekeveri a dolgokat. Tehát a Pride-nak sem a felvonulás a lényege, az a nagy záró rendezvénye a dolognak. És amikor vitáink vannak, ilyen jellegű vitáink, meg ilyen jellegű törvényeket fogad el a Magyarország gyűlés, ami így mossa össze a nyilván gusztustalan pedofiliát, az egyébként a melegséggel, akkor azt gondolom még mindig, hogy van helye a nyilvános kiállásnak és a nyilvános állásfoglalásnak. Ebbe bele lehet magyarázni a szexualitást, de nem az a lényege, hanem az a lényege, hogy most ha valaki a saját életében kit szeret, kit nem, azt mondja, szexele vele, vagy nem, az megint egy következő kérdés, az ő döntése. Na, az tényleg a hálószobába való kérdés. Azt gondolom, hogy ebben nincs vita. De az, hogy amikor a hálószobából a kérdés azért nem tud kijönni, mert mondjuk törvényt írnak róla, ami nem a hálószobák világa, akkor ott nem lehet az egyik felét visszaküldeni a kérdésnek a hálószobába, miközben a másik meg kint ugrál a főutcán. Tehát ez így nem áll össze. A tankönyvekbe hogy fog bekerülni? Hát szerintem a politikatudományi tankönyvekbe úgy, ahogy én most mondtam, hogy ez egy politikai kommunikációs kérdés,
ami pedig engem érint jogi oktatásban, én ugye jogot szeretek oktatni, leginkább nem politikát, oda én úgy szoktam ezt bevinni, mondjuk egy emberi jogi kurzusba, hogy alapvető a diszkriminációmentesség, és ugye a különböző emberi jogok korlátozhatósága mindig egy szükségesség arányossági teszt alapján működik. Tehát például valaki a homoszexuális hajlamait a nyilvánosság előtt akarja megélni, akkor azt azért nem engedi a jog, mert valami közerkölcsvédelem, stb. Az létezik. De ugyanez igaz arra is, hogyha valaki a heteroszexuális hajlamait akarja megélni az utcán, elvileg a jog azt ugyanúgy nem engedi. Legfeljebb van egy nagyon jelentős különbség a pszichében, meg a hozzáállásban, lehet, hogy valakinek egyébként a heteroszexuális nyilvános megélés lehet, hogy egyébként tetszik, és akkor nem panaszkodik miatta. De a jognak ebben a kérdésben egy kicsit vaknak kell lennie. Mi lesz önnel a jövő tanévben, hamarosan ránk? Elvileg a tanévre készülünk, tehát az őszi szemeszterre, azokon a helyeken, ahol most tanítok, aztán még meglátjuk. Az a baj, hogy jelenleg... Nem akarom fenyegetni ön, de a Delta útban van felénk is. Igen, tehát azért mondom, itt van egy nyitott kérdés, hogy elég rosszak ezek a jelzések most a Delta variáns miatt, úgyhogy az a nyitott kérdés, hogy online oktatás lesz, hogy végre vissza tudunk állni a jelenléti oktatásra. Én nagyon szeretem az online oktatásnak bizonyos elemeit, de összességében az, hogy kamerának beszél az ember, azt marhára unom. De jobban megy a stand-up, amikor ott van a... Sokkal. És azt gondolom, hogy a hallgatók is jobban élvezik. Nekik is egy közösségi élmény, hogy együtt tudnak lenni egy csoportban, tudnak találkozni egymással. Az összes hallgatóval, akivel beszélgettem az elmúlt egy év során, az online oktatás keltette problémákról, és hát mindenki panaszkodik. Közkívánatra meg kell, hogy kérdezzem, hogy látjuk-e a Közszolgálati Egyetem katedráján önt a következő akadémiai esztendőben? Jövő héten, holnap lesz a következő tárgyalásom a munkaügyi per során, úgyhogy lassan szerintem egy elsőfokú ítélet kijön, majd meglátjuk. Én nem esküszöm meg rá, hogy ez idén ősszel már meg fog történni, meglátjuk, hogy hogy megy az eljárás. És ha igen, akkor kéri, hogy könyörögjenek? Nem. Én annyit kértem a bírósági perben, hogy a jogellenesen megszüntetett jogviszonyomat állítsa vissza a bíróság, aztán utána kinek van kedve könyörögni, vagy letérdelni, vagy mit csinálni, az már kevés érdekel. Ennek a diákok örülni fognak? Hát majd ők elmondják. Azt gondolom, hogy igen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Lakman Tamás nemzetközi jogászt látták és hallották. Elég színes volt a beszélgetésünk, még a szivárványszín is megjelent a levegőben. Bízunk benne, hamarosan visszatér, és folytathatjuk tovább még keményebb témákkal. Előzetesek, és már is jövünk vissza dr. Póta Györggyel. Legfőbb témánk a Delta és a gyerekek. Tartsanak velünk!